30 ágyon évente 300 fekvő és több mint 3000 járó beteget kezelnek a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályán. Főként a valamilyen agyi károsodás következtében létrejött mozgásfogyatékossággal élő gyermekeket látják el. A csoportos és egyéni gyógytorna mellett logopédiai és zeneterápiás fejlesztő foglalkozásokat is tartanak. Az elmúlt évek alatt pedig folyamatosan bővült az ellátási skála, legutóbb a robotasszisztált terápia bevezetésének feltételeit teremtette meg a három üzembe helyezett berendezés. Ezek a precíz pontos gépek ugyanazt a mozdulatot képesek elvégezni, akár a terápia alkalmával 500-szor is. Ez azért fontos, hogy rögzüljön az agyban, hogy a későbbiekben a terápia során újból ezeket a feladatokat kellőképpen tudják elvégezni. Az eszközöket Ausztriában fejlesztették ki, a felső végtagi rehabilitációban a világ legfejlettebb technikája. A robotasszisztált technológia segítségével a mozgás javulását segítő mozgásokat tudják gyakorolni és ismételni a gyerekek. Egy digitalizált technológián keresztül egy játékos feladat helyzetbe téve tudja a gyermek végrehajtani, ezáltal sokkal hosszabb időn keresztül tudjuk a motiváltságát fenntartani, sokkal hosszabb időn keresztül tudjuk a terápiát végezni, és ezáltal a terápiának a hatékonysága fog megnőni, és ezáltal egy borzasztóan jó kiegészítő eszköz a mindennapi gyógytornában, illetve a rendszeres gyógytornában a gyerekek számára. Az egy órás gyakorlat végzés közben a gyógytornász más gyerekekkel is tud foglalkozni, vagy egyéb feladatokat tud ellátni, hiszen a gépek mellé csak egy felügyelőt kell biztosítani. Így nem csak a gyerekek gyógyulhatnak gyorsabban, a humán erőforrás kihasználása is hatékonyabb lehet a kórházban. Éppen azon gondolkodtam, hogy a gyerekrehabilitáció alapvetően nem egy eszközigényes terület, hiszen a tornateremben segédeszközökkel dolgoznak a gyerekek a gyógytornászokkal. Most viszont arra van lehetőségünk, hogy egy igen komoly robottechnológiára épülő eszközt próbáljunk ki, ami nyilván egy nagy értékű eszköz, de a gyerekek fejlesztésében jelentősen tud segíteni a gyógytornászainknak. Ha a következő egy hónap szakmai tapasztalatai azt mutatják, hogy érdemes beszerezni a készüléket, a kórház vezetősége azt tervezi, hogy minden lehetőséget megkeresnek ennek finanszírozására.